Most a Balinkai szénbányát fogjuk megnézni, illetve az a közelében lévő elhagyatott épületet. Sajnos egyébként, amint kiderült, a Balinkai szénbánya magánterület lett időközben, és sajnos oda külön engedély nélkül ugye nem tudtunk bemenni, de viszont az a közelében lévő elhagyatott épületet még meg tudtuk látogatni. Erről csináltam is egy kis videóösszeállítást. De beszéljünk is egy kicsikét akkor a Balinkai szénbányáról. Egyébként a Balinkai szénbánya az 1960-as években körülbelül egyébként 700 ezer tonna szenet adott. És egyébként ez a szénbánya kiszolgálta a mára szintén bezárt inotai erőművet is. Ez csak így érdekességként mondtam, de nézzük is meg a szénbánya előtt lévő elhagyatott épületet.